Van egy ország. Van egy ország. Elindítottam Uszti Olivét. Csak szólok, le van téve, nem teszem fel. Itt csak, itt a kocsi kúcs. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Most nem fogok dudolni, megígérem, hogy holnaptól már dudolok. Bizonyám, mert most már késő van. És nagyon sok dolgunk volt bizonyám. Hát Banók Lajosnak nagyon szépen köszönöm, megvédte az aranykezű Ivánkat, Pályer Ivánkat. Köszönjük neki, a párommal együtt néztük végig Olivéjét, és jogosan tartsuk, amit mondott. Úgyhogy itt nem kell kitalálni senkinek mindent, hogy mi köztünk mi van, bla bla bla. Végignézte a párom is, mindjárt ki fog jönni, mert úgyis le van téve a tele, hogy így van, hogy ő is végighallgatta, és kacagtunk egy akkorát. Én azt hittem, gyerekek, bepisirek. Olyanok az, vakcina, alulra. Ez profi munka volt, így kell bizony a mocskosokkal, akik meglopják a másikat. Na, neked tetszett a lüvéje? Nagyon. Nagyon. Úgyhogy Husztinak nagyon tetszett, nekem is tetszett. Mert elmondta a véleményét, és ami valós is. Szóval mi nem szoktunk senkitől se elvenni semmit. És jó mondta, hogy a Henrietta mit csinál? Ó, most el kell utasítsalak. Pont Banók Lajos hívott, de nem tudom felvenni, mert hát, ha visszanézi majd live-omat, nagyon profi munka volt. Ilyet tenni, aki tényleg tolókocsival ül, és elveszik tőle a pénzt, hogy ne állnánk ki érte, nem muszik. Hát persze. Tegyem fel a telefon. Sorstársak vagyunk. Sorstársak vagyunk. Te hallgass, mert mit tudsz futballozni, hát nem focisztunk. Nem, még megvan a lábam. Felemelem őket. Csak fáj. Nem sokára megyek fürödni, 6 órakor munka. Gyerekek, kipátoljuk az aranykezünket. És még van pofája fellépni ennek a kövei disznónak. Élő adásba eszik. Tömi a fejét. Terem. Nem is az a baj, mert ha valaki, hogy mondjam, megértsetek, lehet egy kicsikét tehet. Azzal semmi gond, de legyen jó a szíve. Így van? Így van. De a kis aranykezimet becsapták. Kész is el, kisapám. Nem uszod meg. Holnap megígérem, indulok 3 nótával. Meglepetés nőknek szól. Pacákoknak nem adunk nótát, vagy adjunk. Banókla is meg fog érdemelni egy szép nótát. Amit fogok küldeni, és amit hazudtatok, Henrietta, hogy ti megvettétek, meg ilyen, meg megveszitek, stb. Nem volt igaz. Csak hogy ne menjek. Pedig igaz, Huszti. Elindultunk. Volna. Csak becsaptak minket. Ugyanígy jártam a TV2-vel, hogy ne menjünk a gyermekemmel. Így volt. De én már mondtam, hogy lemondom a karrieremet. De, viszont. Kicsikét gondolkodok. Ha nekem van a zsebemben pénz, vagy a páromnak, így van? Akkor miért ne csinálnám végig az álmomat? Gyermekemet el tudom látni. Itt van a párom, ott van a húgom Pesten, úgyhogy... Nem szabad, ott, nem, ja, szabad nem mondani az álmodat, mert akkor ilyenek jutnak be, ami, aki semmit nem tud. Hát, mert valakit be kell válogatni. Ha nincs jó, akkor menjenek a rosszak. De ott oda kell, olyan emberek kellenek, én szeretnék majd Banók Lajossal úgy is fogok tanárúrral beszélni. És mi köztünk nincsen semmi, nem kell hazudgálni. Így van, Huszti. Hát Huszti hall mindent. Így van.
Semmi nincs köztünk. Segítségét kértem, mert tényleg gyönyörűen énekel, gyerekek. Sokszor volt vitánk. Hazudik az a kövei disznó. Kire beszélsz? Henni. Henrietta. Amiért becsaptad a kis aranykezümet, aki ott ül a... Nem is tudom, mit tennék vele. Úgy sajnálom, gyerekek. Segíteni fogok neki, mert nagyon sajnálom. Én nekem több virágot rendeltettem. Előre elküldte, a szívem szakadt volna meg. Aki a két kezében dolgozik, és nincs lába. Bocsánat, ki kell mondjam. A szívem. Neked nem szakadt meg, Henrietta? Nem szakad annak. Mindegy, annak. Még nem vagy letiltva. Zabáljon. Büdösdök. De hallgass végig. Annyian csösznek ott, nem tudom milyen férfi hangok vannak. Egyik, másik. Utána hallod? Hagyd békén az embereket, ne lépjél inkább fél. Mert világéletembe foglak égetni. Amire az aranykezünknek ezt csináltad. Gyújtsa már meg nekem négy. Vagy nem. Hát nem. Honnan mászik, gyönt? Nem tudok azóta nyugodt lenni. Megmondom úgy, hogy van. Tudjátok miért? Mert a kedvencem a kis aranykezünk, és vannak még kedvenceim. Azokért kiállok. De ilyet tenni, hogy szegény ott van. Csinálgassa a két kezével, gyerekek. Elneveztem aranykezűnek, és tudjátok miért? Mert szívből csinálja a virágot. És nekem itt van. Minden virága. Igaz, Huszti? Mm-hmm. És mi nem csaptuk be. Mint ahogy te, Henrietta Büdi. Mi nem csaptuk be. Elküldte előre, gyerekek. De mi oda is adtuk. A szívem szakadt volna meg, hogy becsapok egy embert. Lenne kód szíve, nem? Igen. És még felhívja, hogy töltse fel a telefont. Embereknek munkát ígér, azt sehol nem dolgozik. Semmit nem csinál. Azt ő munkát tud szerezni. Arra da érősebb vigyel a nyakát, nem? Bocsánat, gyerekek, hogy így beszélek, de sajnálom. Kis nyugdíjából éljen meg. És ez a mocsok becsapja. Szabó Julikánét üdvözlöm, jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit amúgy. Lehiggyetek nekem, én nem sokra léptem fel, nem sokára le is lépek, csak adjatok igazat. Lehet osztani a livémet. Henrietta, mit teszel? Egy beteg emberre. Hogy lehet szíved? Beledet gázolnám ki. A közel.